Ez a színarany 14 karátos aranyból készült és gyémántokkal ékesített dísztárgy tulajdonképpen az egyik legféltettebb kincse a múzeumnak. Nemzeti ereklyeként tartjuk számon azt a 14 karátos aranyból készült, drága kövekkel kirakott babérkoszorút, melyet Erkel Ferenc 50 éves karmesteri évfordulójára kapott. A közönség számára ritkán látható darab általában egy banki széfben pihen, most is különleges biztonsági óvintézkedések mellett látható. Megérte 1889-ben a párizsi világkiállítást, 1895-ben pedig Budapesten a fővárosban a millenniumi kiállításon is bemutatták. A bronzkori sisak jól mutatja, a Gyulai Múzeum számos olyan kincset őriz, melyek érdemesek a figyelemre. A kincsek őrzője, 150 éves a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum című kiállítás modern, a látogatókhoz közel álló formában mutatja be a legérdekesebb tárgyakat. A gyulaiaknak is nagyon fontos tudni, hogy az Erkel Ferenc Múzeum, ami 150 éve alapítatott, az önmagában, mint a gyűjtemények egysége is múzeumot jelent. Nem feltétlenül egy épülethez kötünk egy múzeumot, egy kiállító helyhez, hanem sokkal inkább ahhoz a most már 100 000-es nagyságrendű gyűjteményhez, ami valójában a múzeumnak a velejét, a legjavát adja. És az ehhez kapcsolódó munka, a műtárgyak a hozzáférhetővé tétele, az ehhez kapcsolódó tudományos feldolgozások, és természetesen ennek a bemutatása, aminek egyik mellékága, vagy egyik válfaja a kiállítás, ezek összessége alkotja mindannyiunk számára azt, hogy Gyulán egy 150 éves múzeum létezik. A tárlat megnyitó ünnepségét a látogatóközpont főbejáratánál rendezték, már csak azért is, mert a vendégek nem fértek volna el az időszaki kiállítás termeiben. Ritók Ágnes, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti tárának igazgatója megnyitó beszédében elsősorban a Gyulai és a Magyar Nemzeti Múzeum folyamatos kapcsolatáról beszélt. Egy intézmény története sohasem csupán magának az intézménynek a históriája. Tükrözi a kort, amelyben működik, és megidézi a közösséget is, amely létrehozza, működteti, ahol virágzik, haldoklik, vagy éppen újjáéled. Most a múzeum 150. évfordulójára gyűltünk össze. 1868. szeptember 8-án, vagyis a megnyitóhoz képest napra pontosan 150 éve írt adománylevelet Mogyorósi János, melyben összes könyvét, fegyvergyűjteményét, térképeit, különböző érméket adományozott városának, emlékeztetett Kónya István gyulai alpolgármester. Úgy döntött 150 esztendővel ezelőtt, 1868. szeptember 8-án, hogy egy adománylevelet ír. Egy adománylevelet, melyben kedves városának felajánlja az összes könyvét, az összes fegyvergyűjteményét, a térképeket, az érmeket. És ezzel elindult valami így Gyulán. Elindult az a kulturális fejlődés, ami a mai napig sem ért véget. A kiállítás egy éven át látogatható a gyulai Almási kastélyban.